kell, támadás, irány a palota teljes felújítása. 2014-ben jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a budai vár felújítását. A kormányszóvivő akkor azt mondta, idén tavaszra már a Sándor palota melletti karmelita kolostorba költözik a kormányfő. Ez egy érvényes országgyűlési határozat, amely arról szól, hogy a végrehajtó hatalomnak el kell hagyni a törvényhozás épületét. Ennek tesz eleget a miniszterelnök és hivatala 2016 márciusáig. Hiába az országgyűlési határozat, Orbán Viktor dolgozószobája még most is a parlamentben van. Ha-ho, Facebookosok! Itt készítette ezt a videót is a közösségi oldalára. A jelenlegi tervek szerint csak a 2018-as választások előtt költözhet az új rezidenciába a kormányfő. A karmelita kolostor átépítésére eddig 14 milliárd forintot költött a kormány. A tervek szerint ilyen lesz a miniszterelnökség új épülete. A Duna felőli oldalon a Szökőkút fölött Orbán Viktor miniszterelnök dolgozószobájához óriás erkély is épül. Emiatt különleges engedély kellett, mert az épület budai látképe a világörökség része. De nem csak kívülről, hanem belülről is felújítják az épületet. A 444.hu vette észre a kormányhatározatot, amellyel majdnem 4 milliárd forintot különítettek el a miniszterelnöki rezidencia belső építészeti kialakítására. Pedig Lázár János miniszter még áprilisban is arról beszélt, hogy a várba költözés nem luxus beruházás. A miniszterelnök legkevésbé sem tartozik azok közé, aki urizálna. Az együtt szerint ez egyre nehezebben hihető. Az nem lehet egy puritán épület, amelynek csak a belső építészeti kialakítása közel 4 milliárd forint. Ebből legalább 100 Magyarország iskolának a teljes informatikai felújítását el lehetett volna végezni. A 2017-es költségvetés szerint csak jövőre majdnem 50 milliárd forintot szánnak a kormányzati szervek átköltözésére és a Várnegyed felújítására. 2018-ban pedig további 15 milliárd forintot költenek majd erre a célra.